Szeptember 18-án a Belső Fogpart és a Rét út találkozásánál egy kis ünnepség keretében helyezték el a tiszafüredi Pepco áruház alapkövét. Az eseményen jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a város vezetői és az építető a PTF Kft. Ügyvezetője Bala Sándor. Az áruház várhatóan 2021 tavaszán nyitja meg kapuját a vásárlók előtt. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket a hamarosan megépülő tiszafüredi Pepco áruház alapkőletételén. Nagy tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándort, térségünk országgyűlési képviselőjét. Újvári Imrét, Tiszafüred város polgármesterét. Balla Zoltánt, a PTF ingatlan Kft. Ügyvezetőjét. Vargáné Balog Irént, Tiszafüredváros alpolgármesterét. Tiszafüredváros önkormányzata képviselőtestületének megjelent tagjait, s végül, de nem utolsó sorban nagy tisztelettel köszöntöm a sajtóképviselőit. Felkérem Újvár Imre polgármester urat, köszöntse a megjelenteket. Tisztelt képviselő úr, kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon igyekeztük elkerülni a nagyobb tömegnek az összetömörülését, ezért kicsit rendhagyó módon kerül sor erre a egyébként fontos eseményre, hiszen városunk életében és általában minden település életében nagyon fontos esemény, ha egy új befektető, egy új beruházó megjelenik, és létrehoz egy olyan beruházást, amely nem csak munkahelyeket teremt, amely növeli az adott város bevételeit is. Napra pontosan egy évvel ezelőtt, és talán még ez adja meg a mai nap különlegességét, napra pontosan egy évvel ezelőtt tettük le Szijjártó külügyminiszter úrral és Kovács Sándor képviselő úrral az új belvárosunk alapkövét. Azóta városunk soha nem látott fejlődésen ment keresztül, utak épülnek, intézményeket korszerűsítünk, sportpályákat hozunk létre, és azt gondolom, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a munkának még nincsen vége, még az elején tartunk. Számos beruházás fogja gazdagítani településünket. Azonban mégiscsak nagy eredmény, hogyha egy város fejlődését nem csak az állami és az önkormányzati beruházások mozgatják, hanem megjelenik a magántőke, a magánbefektetők is, mert ez egy város gazdasági erejét mutatja. Külön öröm számunkra, és köszönjük a cég képviselőinek, hogy városunkban láttak potenciált, megtetszettek neki a városunk adottságai, láttak benne vonzerőt, és úgy döntöttek, hogy ennek az áruháznak a helyszínéül Tiszafüredet választják. Az elmúlt egy évben sokat dolgoztunk azon, hogy ez a beruházás, ennek az előkészületei rendben zajlanak. A hivatal munkatársai szoros kapcsolatban voltak a cég képviselőivel. A képviselőtestületben köszönöm azoknak, akik támogatták ennek a területnek, mert egyébként önkormányzati terület és önkormányzati területen valósul meg a fejlesztés, ennek a területnek az együttműködésben történő megvalósítását a befektető részére, és láthatjuk, hogy a mai napon elkezdődött az építkezés a földmunkákkal. Én azt gondolom, hogy sokan várták már a település lakói közül, hogy ez a munka elkezdődjön, hogy ez a látvány fogadhassa majd az ideérkezőket. Én kívánom azt, hogy sokan örömmel jöjjenek ide, sokan örömmel látogassák ezt a új létesítményt, és sok vásárlót kívánok majd a következő időszakban, és sok sikert a megvalósításhoz. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen, polgármester úr! Most pedig felkérném F. Kovács Sándor képviselő urat, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, tisztelt képviselők, tisztelt beruházó! Tiszafüreden új város épül. Itt a Tisza partján egy új város nő ki a régi város közepén, a régi városban. És az új város felépül, de a régiből megmarad mindaz, ami szép és jó. A 21. századra Tiszafüred úgy fordult rá, hogy őrzi hagyományait, de mindenképpen megfelel a modern kor, a mai kor kihívásainak. Akik talán 10-15 évvel ezelőtt járt Tiszafüreden, és lejön ide a régi lengyel piac, vagy nem is tudom, hogy hívták Tiszafüreden, annak a piacnak a területére nem fogja megtudni, hogy melyik településen van. Hiszen azok az árusok, akik a
lédekre leterített áruikat árulták, az már nincs. Helyette van új modern piaszcsarnok, új orvosi rendelő, új kiszolgáló létesítmények. És amikor Tiszafüred központjába bejövünk, megvannak azok a csodálatos régi épületek, amik Tiszafüred központjának hangulatát adják. De mégis minden új, minden modernséget sugároz. És ezt egy településnek meg is kell tenni, ami nem magát, hanem a környező települések és az ország minden része a Tiszató fővárosának hív. Ezt a címet, ezt nem lehet csak megszerezni, nem lehet csak megkapni, ezért tenni kell. Én gratulálok Tiszafüred város vezetésének, gratulálok a tiszafüredieknek, hogy ráléptek a fejlődés útjára. Nem féltek változtatni, nem féltek újítani, és olyan településvezetést választottak, amely ezt az utat meri bejárni. Gratulálok a 21. század Tiszafüredének, és gratulálok ahhoz, hogy ilyen csodálatosan, ilyen gyorsuló ütembe fejlődik. Én mindenkinek jó munkát kívánok, és gondolom azt, ha 10 év múlva jövünk újból Tiszafüredre, én valószínű, hogy a hétvégén is jövök, de ha valaki 10 év múlva jön, akkor már erre az új Tiszafüredre is alig fog ráismerni. Mindenkinek jó munkát és jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen, képviselő úr! Most pedig megkérném Balla Zoltán ügyvezető urat, hogy ismertesse néhány szóban a beruházást. Tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, a polgármester asztal megjelentek. Hosszú előkészítő munka után végre tényleg eljutottunk odáig, hogy a munkálatok elkezdődhettek. Azt gondolom mindenkit elsősorban az érdekel, hogy mikor nyit meg az új áruház, és hogy milyen plusszal járul hozzá a város központ kialakításához. Alapvetően egy 400 négyzetméter nem meghaladó épület fog elkészülni, és reményeink szerint legkésőbb tavasszal megnyitni, amelyhez 20-22 parkolót valósítunk meg, alapvetően az épület előtt és az út túloldalán. Az épületben tudjuk már egy Pepco áruház fog üzemelni, és előreláthatólag 6-7 alkalmazottat fognak 6-7 főt fognak alkalmazni. Ezúton is szeretnénk megköszönni a városnak a nagyon komoly segítséget, amivel ilyen gyorsan el tudtunk jutni odáig, hogy a záruház elkezdhessen épülni. Még egyszer köszönjük a támogatást, mindenkinek jó egészséget kívánok, és sok sikert! Köszönöm! Köszönjük szépen, ügyvezető úr! Az alapkő és az időkapszula letétel következik. Az időkapszulában elhelyezésre kerültek a terület jelenlegi állapotáról készült fotók, a Tiszafüredi Hírmondó aktuális száma és az új néplap mai száma. Felkérem F. Kovács Sándort, térségünk országgyűlési képviselőjét, Újvári Imrét, Tiszafüredváros polgármesterét és Balla Zoltán ügyvezető urat, helyezzék el az időkapszulát.